A 19,5 milliárd forintos fejlesztési projekt utolsó lépcsőjének megtekintésére tartottak bejárást az új épületekben. A több kórház projekt onkológiai és gyermekgyógyászati része már teljes üzemben működik, a további részlegek kivitelezési munkálatai pedig az utolsó fázisban tartanak. A nagy projekt folyamnak az egyik állomása, ami ugye Nyíregyházán néhány éve elindult, és most már úgy tűnik, hogy a végére járunk. Ennek a nagy projektelemnek az egyik lépcsője tulajdonképpen egy olyan eszközbeszerzés, ami a onkológia ellátásunkat fogja, illetve az egész kórház ellátását fogja biztosítani, egy másfél teszlás MR berendezésnek a beszerzése, illetve ezen belül, ezen projekt elemen belül informatikai hálózatnak a fejlesztésének a lehetősége is benne foglaltatnak ebbe a projektbe. Nevezetesen ez egy ilyen eszközt fog jelenteni, hogy betegágy mellett tudunk tulajdonképpen informatikai eszközökkel már hogy mondjam, vizitelni és ellátni a betegeket. Az onkológiai diagnosztikai eszközök beszerzésére, valamint az informatikai és a technológiai beruházásokra összesen csak nem 500 millió forint Európai Uniós támogatás áll a kórház rendelkezésére. Rengeteg projekt van az országban, hiszen közel 500 milliárdnyi fejlesztés valósult meg az elmúlt 7 évben. Ebből itt, ezen a telephelyen közel 20 milliárd forintnyi beruházás valósul vagy alósult meg. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kellett ez ahhoz, hogy a szabadságyai lakosságnak az egészségügyi állapotát javítani lehessen, hiszen van honnan javítani. A főigazgató hozzátette, a nyíregyházi kórházfejlesztés egyedülállónak számít országos szinten is.